titokzatos érdekességre bukkantunk a Bókai kertben, és éppen itt állunk előtte. Mi ez? Ez egy olyan pince, ami még Henrik Károlyhoz köthető. Az egészen biztos, hogy 1881-ben, amikor Bókai Árpád először itt járt háztűz, illetve leánynézőben, ugye későbbi feleségéhez jött kilátogatóba, akkor ez a pince már létezett, és már jó célt szolgált, hiszen boros pinceként szolgálta a mindenkori gazdákat. Ehhez egy kicsit majd puskáznia is kell, mert hogy egészen pontosan milyen szőlőfajták borait tartották itt, vagy milyen szőlőfajtákról is szól a rege? Hát, szerencsére van puskánk, ugyanis Bókai Árpád volt olyan kedves, hogy az 1910-es évek elején emlékirataiban hosszan ír erről a területről, illetve pontosan leírja, hogy hogyan is nézett ki a Bókai kert, illetve ez a kis majorsági központ akkoriban, és nagyon konkrétan ír pontosan erről a pincészetről, és a pince mellett ezen a területen, hiszen ez egy hatalmas terület még ma is, gyorsan meg is nézem, pontosan 9 holdnyi szőlő gazdálkodtak, ebben volt olasz rizling, és a két másik fajta az kicsit izgalmasabb. A juhfarkú az talán még számomra is ismerős, de a slankamenke, az nem tudom pontosan, az valami régebbi szőlőfajta lehet, de majd hát ha többen felkiáltanak és pontosan elmagyarázzák, hogy ez milyen fehérborfajta, az biztos, hogy ez még a filoxéra járvány előtt volt, tehát valószínűleg valami régies fajta lehetett. Vörösbort is, illetve vörösbornak való szőlőt is, kadarkát is termesztettek ezen a területen. Mekkora ez a pince, vagy lehet mondani, hogy pincerendszer egyenesen? Hát mondjuk rendszernek nem hívnánk, de nagy. Tehát igazán nagy pincéről beszélhetünk. 4 tárnája van, tehát 4 részre osztható. Ugye a lépcsősorral szemben egy ilyen középső tér, és mellette 2 jobb, illetve 2 bal oldali ága van a pincének, amiben sok hordó és sok bor fért el, ahogy annó ezt Bókai Árpád írta, 200-300 hektóra is tette az akkori bormennyiség, a bornak a mennyiségét. 7-10 hektós hordók voltak itt lenn a pincében, és hát 200-300 hektó is termett egy-egy évben, magyarán elfogyasztották a házigazdák és a baráti körük ezt a bormennyiséget, ami egy-egy évben összegyűlt. Nem csak normál, illetve hordós bort tartottak itt, hanem pezsgőt is készített Herikája egyik ismerőse, kimondottan a gazdának, illetve a gazda egyik barátjának, ezért 100-200 üveg pezsgő is mindig volt ebben a pincében. Említette a szőlőjárványt is, utána áldozott le ennek a területnek? Próbáltam én is utána nézni. Az biztos, hogy a bókaiak idején valószínűleg már nem volt annyira intenzív a szőlőgazdálkodás, inkább pihenőkertet csináltak a területből, illetve Bókai Árpád azt írja, hogy az unokái játszóhelye volt a szőlő egy részén. Lehet, hogy a filoxéra járvány után már nem telepítették újjá, illetve nem foglalkoztak olyan intenzíven a szőlőkultúrával, hiszen ő aktív orvosként dolgozott. De a felesége, ugye, aki 1947-ben halt meg, Herrik Szidónia, ő nagyon sok időt töltött itt kint, és a leányainak, ugye 4 gyerekük volt, a leányainak gyakran írt ilyen levelecskéket, ezek közül többet is olvastunk, hogy hát már nagyon finom a paradicsom, eltettem egy kis lekvát, ugorjatok ki érte, stb. És most pont nyáron, júliusban a Bókai családból 61-en voltak itt kint. Igazság szerint a pincében nem mertünk lemenni, de az épületet körbejártunk, és még éltek olyanok, akik jártak a nagymamához, Szidónia mamához, és ők meséltek arról, hogy milyen volt az élet ebben a kertben. Ami abszolút neki köszönhető, magyarán, hogy ilyen nagy méretben megőrződött, ugyanis a 30-as években egyszer a család elhatározta, hogy parcelláztatni fogják ezt a területet, és az első két utcát, ugye a pince mögötti részt, azt meg is csinálták, és akkor Szidónia mama úgy döntött, hogy ő úgy gondolja, hogy ez a terület akkor igazán szép, ha egyben marad a családnak is, a városnak is, ezt le is írta az akkori polgármesternek is, és megőrizték ezt a területet, tehát visszavásárolták a parcellázó banktól, és hát ma is nagyon jó időtöltés itt sétálni, illetve különböző programokon részt venni.